Szia, Pisti! Szia! Mindjárt jönnek a többiek, a brázunk! Most. Sziasztok! Az anyád! Csak a fejét, hogy ne sászoljon! Azt látom, de már megint miért? Miért kell verekedni? Nézzétek meg, össze-vissza van minden. Azonnal rakjatok rendet, a ti szüleiteket meg fel fogom hívni. Mi van veletek? Mostanában mindig erre jövök be, hogy verekedtek, vagy veszekedtek. Különösen Pisti, te miattad aggódom, hiszen múltkor az ablakot törted ki, tele vagy egyesekkel, most meg ez. Nos? Mindegy, hagyjuk is. És a szünetben mit csináltok? Alszom. Én is. Buli. És a többi? Nem lehet mindig csak tanulni. Jó, rendben van, de ne felejtsétek el tícsorát okozni a szüleiteknek. Legyetek segítőkészek és figyelmesek. Jó, amíg együtt a család. Nálunk ebéd lesz. Nálunk este lesz a család. Én a nagymamáik is. Sok süti. Nagy fenyőr. Adnak a gyertyák. Ajándék? Az vár valami. Már alig vár. Vajon mit fogok az idejük? Szerinted ez a legfontosabb? Hát fontos, az biztos. Persze. Vajon mi lesz a fa alatt? Már alig várok. Rendben, majd meséltek, ha visszajöttek. Addig is jó pihenést és kellemes ünnepeket kívánok nektek. Sziasztok! Mami nénőnek szeretnénk valamit. Mi tudjuk, mi van Pistivel? Mondjátok, ha tudtok valamit, mert Pistire nem ez volt a jellemző, hogy verekedés kezdeményezve. Pisti anyukája már hetek óta kórházban van, az apukája meg külföldön él. Egyedül már ott van. Egyedül? És ki gondoskodik róla? Nem tudom. Nem mondja. Már hamarabb kellett volna szólnatok. Anyukám is csak a boltban tudta meg, mert egy helyen dolgoznak. Ezt már korábban kellett volna mondanatok, biztosan ezért van vele ennyi baj. De figyeljetek, menjünk el hozzá, látogassuk meg, szerezzünk neki meglepetést, 2 órakor találkozzunk el. Hozzatok süteményt, vagy amit tudtok meg, nem? Nem. Viszont. Te voltál már Pistiéknél? Csak egyszer, de akkor is csak egy könyvet vittem, és nem engeded be. Nem engeded be? Nem. Hát én egyszer anyukámat kísértem fel. Na azt mondták, hogy tatarozzak, vagy újítják a házat, már nem is tudom, de nem hittek be minket. Szerintem Pistitől nem magának való kígyere. Számomban van az gondolva. Nem tudom, én régen nagyon szerettem, de most már egy kicsit félek tőle. De miért? Hát kitöri az ablakokat, az osztálytársai jól melegszik. Azért ez rémisztő. Tényleg rémisztő. Szerintem menjünk haza ebédelni, és járjuk utána meg a dolognak. Jó. Szia! Szia! Csókolom, Addi néni. Szia, Pisti. Ki mit keresünk? Szia, Pisti. Gondoltuk, meglátogatunk, hogy vagy. Minden rendben. Az iskolában ezt nem úgy láttam, de mindegy, ezt most hagyjuk is. Anyukám küldött neked finom ebédet. Edd meg nyugodtan, még meleg.
Utána segítek egy kicsit takarítani, mert borzalmas a rendetlenség. Reménytelen, szerintem. Hagyjátok, el vagyok, sőt, éhes sem vagyok. De te nem eszel rosszul, lehet. Nem vagyok éhes. Úristen, nagyon meglepődtem, ti mit kerestek itt? Jöttünk meglátogatni a Pisti. Igen? Olyan jó, hogy jöttetek, segítenétek nekem egy kicsit takarítani? Persze. Ti légy szíves! Fogjatok söprüt meg lapátot, takarítsatok egy kicsit. Ti légy szíves, szedjétek össze ezeket a ruhákat. Pisti, kivinnéd a szemetet? Majd pedig legyetek szívesek felgyíteni a fát, ami kim van az ajtó előtt. Jó, úgyis hoztunk díszeket is. Én pedig gyertyákatnám a szívesen. Vissza múltkor verekedtünk, kár volt visszaverekednünk, sajnálom. De ez a fiúk köznél előfordul. Hogy fogom az anyukám? Nem gondolom, hogy törődtök velem. Segítséget kellett volna kérnem, te sosem mondtad, hogy egyedül vagy. Nehéz. Erről nem szeretek beszélni. Voltam már egyedül. Pont olyan, mintha már karácsony este lenne. Igen. És jó együtt, gyerekek? Igen. Igen, a szeretet és a karácsony mindig a szívünkben rejlik, csak néha keresni kell egy kicsit. Mi most előcsalgattuk. Hát, gyertek, üljünk együtt a karácsonyfa köré, és énekeljük el azt a dalt, amit évek órán tanultunk. Karácsony, nagy karácsony, kisült el már a kalácsom, ha kisült már ide véle, ha legyen meg meleg éle. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya, itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa, kezem, lábam, jaj, de fázik, lábam alatt jég szikrázik, ha szikrázik, ha szikrázom. Szia, fiam, megjöttem! Szia, anya! Csókolom! Csókolom! Jó napot, Pistikének vagyok az osztályfőnök, a Magdalénának. Pistike anyukám. Sziasztok, gyerekek! Háci! Pisti osztályfőnök. Hallottam, hogy Pistikem gyönyörű szép volt. Köszönjük! Köszönjük! Milyen szép lenni lesz. Mit is csináltátok? Igen. Látom, még karácsonyfa is van. Nagyon kedvesek voltak, hogy vigyázzatok a fiamra. Ugyan, természetes. Fruzsi, elmondanál azt a verset, amit irodalom órán tanultál? Persze. Jó hát, Gyula, karácsony felé. Szép tündérország támad föl szívemben, ilyenkor decemberben. A szeretett csillagára nézek, és megszellek titkos, gyönyörű idézet. Ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a virágot, s amit az élet vágott.
beágeztem a sebet a szívemben, és hiszek újra, égi szeretetben, ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet hallok, szomorúan nézek. A kis Jézuska itt van a közelben. Legyünk hát jobbak, és higgyünk rendületben, és ne csak így, decemberben. Thank you.